A Kazinczy Ferenc Általános Iskola szívesen használja ki a városi sportintézmények adta lehetőségeket, így az úszásoktatás, a sí- és korcsolyaoktatás tanórán kívüli foglalkozásként szerepelt a tagintézmény pedagógiai programjában. A következő tanévtől sportiskolaként is szeretne működni az intézmény, ehhez viszont az alapító okiratot is módosítani kell. Erről döntött a Sátoraljaújhelyi Oktatási Bizottság. Ez azt jelenti, hogy nálunk van már az úszoda, a városi sportcsarnok, erdei iskolánk is van, tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a gyerekek eleve magasabb óraszámba testnevelést, tehát az 5 órát megkapják ők is, és ezen felül még sportolni is fognak, tehát egyesületekbe fognak menni tovább. A bizottság arról is döntött, hogy az összevont oktatási intézmény vezetőinek főtanácsosi címet adományoz az önkormányzat. A képviselők támogatták az előterjesztést. Az intézmény vezetőknek főtanácsosi címet fogunk adományozni. Nem jár pénzzel, mert egyszerre vezetői pótlék és címpótlék nem. Tehát egy címpótlékot lehet felvenni, tehát pénzzel nem kell, inkább erkölcsi értéke, erkölcsi elismerése van a dolognak. A bizottsági ülésen elhangzott. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 16 járásnak megfelelően 16 járási tankerületet alakítanak ki. A Sátoraljaújhelyi járási tankerülethez 11 intézmény tartozik majd.